Fegyveres rablás történt Szabadka belvárosában. Nem hivatalos információk szerint nem történt személyi sérülés, viszont a postatakarékbankból elraboltak egy zsák pénzt. A zsákban nem hivatalos információk szerint 1 millió euró körüli összeg volt. Rúzsa Rajcsics a postatakarékkal szemben dolgozik az egyik üzletben. Ő nem sokkal 10 óra előtt ért a boltba. Videla sam se ograđena policija i šokirana sam ovim dešavanjima u pola 10 ili 9 sati da se u toku dana dešavaju ovakve stvari i ne mogu da verujem da u našoj Subotici koja je bila uvek mirna i nikad se ovakve stvari retko su se dešavale jer sam Subotičanka već 70 godine. Az állarcos rabló 9 óra körül az épület előtt várta az intézmény dolgozóját, majd a levegőbe leadott lövés után vitte el a pénzt. Szemtanúk szerint a rablót egy olasz rendszámú személyautóban várta a tettestársa, és a rablás után sietve ismeretlen irányba távoztak. Készültem be a bankba fölvenni pénzt, és mikor ideértem, már akkor itt el volt kerítve minden, és a rendőr megállított és visszakérdett. Ennyit tudok, más nem tudok. A rendőrség és a helyszínelők nagy erőkkel vonultak ki a postatakarékhoz. A terület biztosítása után nem sokkal megkezdték a tettesek felkutatását.